Ha jó Isten úgy döntene, hogy megjelenne az éhezőknek, azt nem merné másként megtenni, csak is kenyér formájában nekik mond, hogy van Isten! Sziasztok, ez itt a Metal Sziget, én Fejes Volnék, és itt van velem Kristóf. Sziasztok, sziasztok! A mai interjús adásban nem kisebb szemét köszönhetünk a mikrofonok mögött, mint Katona László, alias főnököt, az Akela kultikus énekesét és dalszövegíróját. Szervusz, főnök! Szevasztok! Üdvözlünk a Metal Sziget, és köszönjük, Metal Sziget! És köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a boroskólát. Igen, közben itt tőtikézni is fogunk. Az interjú során igyekszünk, amennyire az időnk engedi, mert kb. Egy órásra tervezzük az interjút. Tehát egy rövidnek nem mondható Akela történetén végigmenni, amely idén lesz egyébként 33 éves, amennyiben jól számolok. Igen. És mondhatjuk, hogy az Akela története az, hát javarészt összefort a főnök történetével, tehát ez így félig meddig ilyen Akela és félig meddig főnök életút interjú lesz, már amennyire ez egy órában megoldható, de azt majd meglátjuk. De akkor kanyarodjunk is rá magára az interjúra. Igyekeztem feltúrni az internetet, egy kicsit utána olvasni a főnök életének, de igazából nem túl sok mindent találtam. Azon a kérdésem, hogy te tulajdonképpen honnan származol, ki is vagy te, és hogy találkoztál a kemény zenével? Hát én gyerekkoromban nagy Fradi drukker voltam, rendszeresen jártam Fradi meccsekre, és egyszer viszont nagyon kellemetlen csalódás ért, hát nem tudom, hogy emlékszik-e, a mai fiatalság már biztos nem emlékszik ilyenre, de volt egy olyan, hogy Albert Florian, az volt a Fradinak a nagy büszkesége, és a Corvin moziból kijövet azt láttam, hogy az Albert Flori a Beneferivel, aki az Újpesti Dózsának meg volt a font embere, ők ott tök jól haverkodnak, csörözgetnek, riegtek, röhögtek. És ez nekem nagyon nehéz volt földolgozni, mert ugye mi szerdánként, meg szombatonként össze-vissza vertük egymást, ő miattuk, tudod, tehát mi a dózsásokat ütöttük, vertük, ez és akkor is megvolt akkor. Minket, és nem értettem, hogy ez hogy lehet, hogy ők meg haverok. És akkor befejeztem ezt a foci drukkerséget, és akkor, mint ahogy a Pokolgép dalban megvan írva, csak én nem Fekete Bárány koncerten, hanem egy Piramis koncertre jutottam el, és akkor ott tényleg csak bámultam, lestem, majd hanyatt estem, és tudtam jó, hogy ez öregre fogva tart. És akkor már eldöntöttem, akkor voltam ilyen 15 éves, hogy na én is fönn akarok állni a színpadon. Mik voltak az első zenekarok egyébként, azt említetted a Piramis, de milyen zenéket hallgattál akkor? Hát én a AC/DC, Piramis, aztán később a Beatrice, tehát még én nekem sikerült az ős Beatrice-t látni, meg több bulijára eljutni, még a Guido Falvi, Miklós Kalajos féle brigádot. Aztán 81-ben, amikor ez a két zenekar fölvonult, akkor jött az Edda, volt egy kis eddázásom, de aztán meg már saját projekteket kezdtem csinálni. Az Akela zenekarban különböző becenevek a megszokottak, ott van Superman, Pókember, Retek Koma, illetve neked ott van a főnök. Az a kérdésem, hogy te mikor lettél főnök, honnan jön ez a becenév, és hogy van esetleg valami külön sztoria ennek? Igen, ezt nagyon sokan nem tudják, mindenki az Akelával apostrofálja ezt a becenevet, amit én most már csak ugye gúnynévnek tartok. De ezt nem is az Akelába kaptam, hanem én a Szekeres Tamástól kaptam ezt a nevet, ugyanis 1988-ban lettem én Szekeres Tamásnak a menedzsere, és egyik nagy hős cselekedetem az volt, hogy én adtam ki Magyarországon először magánkiadásban, még a szocializmusban nagy lemezt, ez a volt a Gitármánia Szekeres Tamásnak az első szólólemeze, és a Tamástól kaptam a főnök becenevet, tehát ő már mindenkinek úgy mutatott be, hogy én voltam a menedzsere, illetve hát akkor még nem ezt a szót használták, de hát én voltam a szervezője, és hogy a főnök így is, és akkor már ez így rajtam maradt, hogy a főnök. Wow, én igen full azt hittem, hogy ez a Zakelában betöltött posztodból. Igen, igen, mindenki azt hiszi, de... Hát akkor ezt most tisztelt. Szekeres Tamástól kaptam. Ezt most tisztáztuk. Illetve te elsősorban az elmondásod alapján, ha jól tudjuk, akkor dalszövegírónak tartod magad. Az a kérdésem, hogy van-e olyan szövegíró, aki téged inspirált a múltban,
illetve akire esetleg felnézel, mint másik szövegíró példakép? Hát szerintem nagyon sok jó szövegíró van, természetesen ugye említettem a Piramis zenekart, ott Horváth Attila írta a szövegeket, őt nagyon imádom, és mai napig is, hogyha meghallgatod a Piramist, mindig vélek felfedezni olyan dalokat, ami nem csak 17 évesen, vagy 27 évesen, vagy 37 évesen érintett meg, hanem a mai napig új dolgokat, meg igazságokat vélek benne felfedezni. Egyébként azt hiszem az Omennek is írja a szövegeket, ha jól tudom, vagy nem tudom, jól esetleg. Igen. De ott is írt. Horváth Attila írt Pokolgépnek is, Omennek is, meg hát ugye Charlie sokaknak írt azóta, meg a Korálnak is egyébként, a Korál szövegeket is ő írt annak idején. Esetleg Hobó? Nem, a Hobó az külön, hát a Hobó az saját maga írja a saját szövegeit. Úgy értem, hogy mind a szövegíró miről a... Ja, neki is, igen. Csak ezeket az... Ja, igen, hát ő is a kedvenceim közé tartozik. Hát főleg a Vadászat. A Vadászat az szerintem az nagyon jó meg volt csinálva. Ilyen a kafe bármilyet kérdezem, mert mesélj. A Hobónak egyébként is ilyen magán jellegű hálával tartozom, mert annak idején még 1984-ben, amikor a első zenekarommal szenvedtem, hát illetve az első nagyobb zenekarommal, a Kóvadisz együttessel, akkor még a szocializmusban volt olyan, hogy Sanzon és Tázdal bizottság. És minden dalt, amit játszani akartál, és még nem jelent meg lemezen, azt 5000 forintért zsűriztették, tehát 5000 forint volt per dal. Ez csak azért érdekes tudni, hogy elég nagy összeg volt, mert akkor volt én, azt hiszem, 2800 forint a havi fizetésem az ELTE-n. Ez akkor dalonként 5000 forint? Igen, dalonként. 5 dalt adtam be, és mind az 5-öt visszadobták. Lehet, ugye én mindenféleképpen érvényesülni szerettem volna, és akkor bementem a Vörösmarty téren, fönn volt aztán a 7-en vagy a 8-on ez a bizottság, és ott volt Fodor Ákos költő, aki ezeket a szövegeket cenzorálta, és akkor mondtam neki rendesen, hogy segítsen, hogy mind az 5 dalt bevittem, és akkor ő aláhúzogatta, meg bekarikázta, hogy mi nem tetszik, meg mi tetszik neki. És utána később ugyanezt az 5 dalt megkértem a Hobót, amikor megjött a Vadászat, akkor ő lett viszont az év szövegírója. És ugyan ezt az 5 dalt megmutattam neki is, hogy alkosson róla véleményt. És nagyon érdekes volt a véleménye, mert szöges ellentétben volt a Fodor Ákoséval. Tehát ugye a Fodor Ákosnak tetszett, az a Hobónak nem tetszett. És ami meg... Szóval... Hát így elég nehezen lehetett akkor leadni. Igen, igen. Ez mondjuk, hát ilyen nagy tanulság volt egyébként mindenféleképpen, hogy akkor döbbentem rá, hogy hát úgy néz ki, hogy mindenkinek ugye nem lehet megfelelni. De a Hobónak azért vagyok hálás, mert akkor tehát mi egy ilyen kis senkiházi zenekar voltunk, és hogy tudod, itt időt szentelt rám. És én magamról tudom, hogy hány zenekar megkeresett már engem a, mióta, hogy úgy mondjam, az Akela zenekar így megy. És hát én ezt nem tudtam viszonozni, tehát nekem nincs türelmem ahhoz, hogy más zenekaroknak a szövegét olvadgassam, vagy beleokoskodjak. De a Hobó volt ilyen rendes, hogy annak idején szentelt rám időt. Esetleg verseket, úgy értem, szép irodalmat olvasol? Kedvenc költő, valami volt Petőfi feldolgozás, hát ilyesmi? Igen. Igen, Petőfi feldolgozás most is lesz, a Petőfi 200-at mi is meglovagoljuk. Ugye van a Farkasok dala, amit annak idején feldolgoztunk, azt megint elővesszük, meg úgy néz ki, hogy megcsinálunk egy a Férfi vagy, vagy a Férfi, vagy Légy Férfi című versét. És ha már itt tartunk, nem csak a Petőfi 200-at ünnepeljük meg, hanem a Pókember, ez a P betű az ugye közös mind a kettőben, meg a 20, hogy a Pókember is 20 éve van az Akelába. Azt hittem, őt is 200 évesen. És hogy nem, ő csak egy nullával kevesebb. De így össze van kötve a két dolog. Ugye itt említetted az imént is, hogy volt a korábbi zenekaraid is, és igazából a kérdés arra vonatkozna, hogy kifolyólag ugye az Akel előtt is már aktívan zenéltél, hogy milyen zenekarokba fordultál meg az Akel előtt, és ezek milyen zenét játszottak? Hát az első zenekar, ami ugye, az öcsémékkel csináltam az első zenekart, a PLZ, ez a Peti Laci Zoli. Wow! Elbújtatott verziója. Nagyon eredeti. Tehát akkor még nagyon gyerekek voltunk, ott tényleg még csak ilyen lábasos ütögetés volt, meg függönyhúzogatás, jól ment a karmison, meg... Az ilyen avantgárd zene lett. Hát igen, de hát akkor még ilyen kicsik voltunk, 14 évesek, meg ilyesmi.
ők 4 évvel fiatalabbak, mint én, tehát még 10 évesek, tehát én szinten ment. Amikor viszont már elkezdtek gitározni, akkor volt egy első zenekarunk is, a Lócsi Szár együttes, ott nagyon érdekes volt, mert volt 3 katona a zenekarban, ugye Peti Zoli meg én, meg volt 2 Szabó Miki, az egyik dobos Szabó Mikinek hívták, meg a billentyűst is Szabó Mikinek. És akkor ez volt a Lócsi Szár együttes, hát ilyen érdekes ilyen zenét játszottunk, tehát mai napig nem tudtam semmilyen stílushoz kötni, tehát épp ami így eszünkbe jutott. Abból mondjuk egy dal megmaradt, a Hadtáp ügyeletes alegység, ami a szerzői lemezemre felkerült. A Katonazászlóra, ezt pont így hallottam, hogy ez mintha azon rajta lenne. És akkor utána megjött a Kóvadisz, az volt végül is egy a nagy név, hogy épp vendéglátóztam, mert vendéglátózással lehetett kezdeni Gyulán, és akkor, tehát ugye mindenféle más zenekaroknak a feldolgozását játszottuk, és akkor ott ismerkedtem meg egy jó kis bandával, akik aztán bevettek énekesnek, és akkor vége volt az évadnak, és akkor meghűítettem őket, hogy akkor gyertek fel Pestre, és akkor tudod, saját dalok, meg saját lemez, meg az irány a sztárság. Az első metal album Magyarországon meglehetősen későn, 1986-ban jelent meg, ugye ez volt a Pokolgéptől a Totális Metal, ami hát nagyjából bő 10 éves csúszással jelent meg, hogyha a nyugati trendeket számoljuk nyilván az itteni rendszer miatt, és ez inkább kivételnek számított még abban azokban az időkben is. Az a kérdésem, hogy milyen volt a 80-as évek végén a rock és a metal szcéna Magyarországon, illetve milyen lehetőségek voltak, mennyire volt akadályozó a rendszer, hogyan emlékszel vissza ezekre az időkre? Hát nagyon jó volt, legalábbis. Hát én szerettem azt a izét, tehát tudom, hogy sokan szígyák azt a rendszert, de például akkor nekünk is kellett, tehát ugye a sok cenzorzás miatt volt egy ilyen, hogy ORI vizsga, Országos Rendező Irodának volt egy ilyen vizsgája, csak olyan zenekarok játszhattak, akiknek volt ORI vizsgája. Most mi is megszereztük azt a Kóvadisz együttessel, és be volt írva az ORI vizsgára, hogy 3200 forint a zenekarnak a gázsia. Tehát a buli lekötések nem úgy mentek, mint manapság, hogy tudod, a pénzzel kezdődik, és akkor itt röpködnek a számok ide-oda, hanem pénzről szó se esett, csak a dátumról, az izéről, mert lehetett tudni, hogy ha oda megyünk, és akár hányan vannak, ha csak 8-an vannak, akkor is megkapjuk a 3200 forintot, meg ha 800-an, akkor is. Ez annyira ilyen tipik, ilyen szociírabeli hozzáállás. Igen, de nekünk meg nagyon jó volt, és ráadásul olyan turné volt egész nyáron, hogy 8 buli volt lekötve, tehát hogy 2 hetente viszont mehettünk megint az első helyre, mert ez mind ilyen építőtábor, meg kisztábor, meg mit tudom én mi volt, aminek ugye 2 hét alatt lecserélődött a közönsége, és akkor ugyanúgy mehettünk oda. Tehát 8 bulit játszottunk, mármint 8 helyszínen játszottunk egész nyáron, de ezt 2 hetente mindig megismételtük. Tehát ilyen szempontból tök jó volt, hogy... Egyébként ez az ORI vizsgait, mit kellett ott vizsgázni? Zenélni kellett, nem? Az ORI vizsga az úgy állt, hogy azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor 50 szám, de lehet, hogy 100 számmal kellett bemenni, amiből a fele feldolgozások voltak, és a másik fele meg saját szerzemények, és akkor azt kellett előadni, a bizottság rábökött, be kellett vinni egy ilyen listát, és akkor rábögtek, hogy melyik dalt szeretnék hallani, és utána plusz még valakit kihívtak a zenekarból, ilyen szolfézs ismeretre. Hál' Istennek nem engem hívtak ki, hanem a szaxofonos gyereket, aki tudta, hogy mit tudom én, a durnak, vagy a démolnak mi a párhuzamos mólja. Én azt hittem, hogy ez valamilyen, nem tudom, jó elvtársa az illető, és hogy engedjük-e közönségére, de akkor ezek szerint csak annyit tudsz zenélni. Nem, hát az is benne volt azért. Jó, hogyha belegondolsz, hogy 100 dal, és abból 50-nek sajátnak kell lennie, és ez egy friss zenekarra is igaz, de nem biztos, hogy van 100 dal. Akarom mondani 50 dal, megírva, nem? Vagy nem tudom, ez mennyire volt probléma, hogy volt ilyen? Volt probléma, de lehetett csalni, ugyanis ennek a 100 dalnak még ki volt kötve, hogy azért a 33%-a az lehet instrumentális. Na most mondanom se kell, hogy 2 instrumentális dalunk volt, és akkor tudtuk, hogy melyik a izé, tehát hogyha arra bögtek volna rá valamik instrumentális dalra, akkor azt játszottuk volna, amit tudunk. Hát ez akkor... Hát így azért tudtunk csalni.
Tehát az Akelával valamikor olyan 2006-ban jutottatok-e volna el idáig, azt hiszem a Fejetlenségem van a 100 című dal. Ez sokáig tartott volna. Na hát igen, nyilván ezek így kicsit más idők voltak. És akkor az Akela 1990 nyarán egészen konkrétan elméletileg augusztus 24-én alakult, bár egy nagyon korai interjúban az is elhangzik, hogy talán még ez az időpont, úgy értem a dátum sem biztos. Eszerint az Ossziánból kilépett, vagy hát kitessékelték Pál Völgyi Lászlót, alias Pávcsit, és hát ő Pavelka Gyulával megalapította az Akelát, és amelyhez te is elég korán csatlakoztál, hát még ugyanabban az évben, ha jól emlékszem. De most úgyis mindjárt elmondott, hogy ez hogy is volt, és az a kérdés, hogy hogyan zajlott az Akela zenekar megszületése, hogyan jött létre, hogyan volt ez a korai... Hát igen, ez a Pávcsi verziója, de én máshogy emlékszem, tehát eleve, amikor ez a szekeres dolgot csináltam, akkor a Szekeres Tamással elmentünk az Ossian elé játszani, turnéba. Ugye akkor még olyan turnék voltak, hogy 50 előadás Kelet-Magyarországon egyhuzamba, tehát akkor nem csak hétvégén lehetett játszani, hanem hétfőtől vasárnapig. És 50 előadás Nyugat-Magyarországon, és akkor nekik volt egy menedzserük, az Ossziának, a Kanyar Bandi volt a beceneve, azt hiszem Szabó Endre volt a becsületes neve, akinek egyébként az Ossian is nagyon sokat köszönhetett, mert a multimédiában dolgozott, a Hegedűsnek volt a cége, akik egyébként ilyen külföldi zenekarokat hoztak be mindig Magyarországra, tehát a Rolling Stones-tól kezdve a Killing mindenféle ilyen nagy zenekarokat, és persze heavy metal zenekarokat is, és a Szabó Endre intézte el, hogy amikor Iron Maiden vagy valami heavy metal zenekar jött Magyarországra, akkor az Ossian lehessen az előzenekar, és így ismerte meg egyébként a nagy érdemű őket. Amikor vége lett ennek a turnénak, és akkor én már mindenféleképpen akartam ugye egy új zenekart, akkor igazság szerint én először az Endrével beszéltem, tehát ezzel a Kanyar Bandival, föl is lett kérve, hogy ő legyen a menedzser. És akkor az első felállás egyébként az úgy nézett ki, hogy az alapítyú lett volna a gitáros, a Fáraóból akkor a Gyurik Lajos, aki most a Lordban van, vagy most már aztán nincs ott, de ő lett volna a dobos, és ki is lett volna még? Ja igen, aztán ugye azt tudtuk, hogy a Pávcsi az ki lesz rúgva az izéből, az Ossziánból, és akkor ugye a Pávcsit is. Ezt egyébként rajta kívül mindenki tudta, mert azt én azt olvastam egy interjú, hogy így közszájon forgat, hogy őt kirakják, de ő erre még nem tudott. Igen, ő mindig az érintett tudta meg. Ezt ő maga mesélte, a Pávcsi, hogy ment Pesten egyszer a metróba, ment lefelé, és a Molics meg ment felfele a mozgó lépcsőn. És ugye a Molics is már tudta, hogy ki van rúgva, és akkor átkiabált a Pávcsinak, hogy Pávcsikám, mi lesz most veled? És ő meg nem értette, tudod, hogy... Ahogy mi, ha megyek a keletihez, tudod, valami ilyen izét mondom. De a Molics meg már tudta, hogy már ki van rúgva. Csak... De azért régen voltak ilyen nézők, hogy mindig az érintett tudta meg utoljára. Hogy... Ja, amúgy ez a sztori, ez ismerős volt, ez már lehet, hogy valahol vagy te, vagy valaki más már mesélte. Na minden esetre, tehát akkor mi volt az induló felállás a zenekarban? Kik voltak a úgymond alapítótagok akkor ezek szerint? Hát ott például egyébként azért érzék kicsit, mert akkor még nem volt meg az Akela név, tehát amikor elkezdtünk dolgozni egyébként, tehát az alapítyú egyébként nem jött, hanem ő egyből ki is lépett, már akkor rakult meg az XL Sisters, és akkor már a Pácsiben volt, és akkor hozta a Gyuszikát, meg hozott még egy másik gitárost is, most arra már nem emlékszem, hogy hogy hívták, és akkor tudom, hogy ott a Délinő béreltek egy izét, és akkor ott még a Kanyar Bandival voltunk, ilyen. Akkor még úgy volt, hogy Dallas lesz a zenekar neve, mert a Kovacidis után egyébként volt egy Dallas nevű zenekarom. És akkor a izét is megsértettük, mert egyébként nem tetszett neki a szöveg, azt mondta, hogy túl primitív, a Gyurik Lajos, meg valami, ott volt valami beszólás, hogy érdem próbáltunk, és akkor jöttünk visszafel a Délinél, és akkor ott láttunk egy ilyen nagyon nagy mellű csajt, és akkor ott elkezdtük azért cinkelni, és akkor kiderült, hogy az a Gyurik Lajosnak a barátnője, és akkor ezen ez kicsit megsértődött, és akkor kilépett. És akkor előtte én voltam több zenekarba castingolni, hogy valami, hát ha bevesz valaki énekesnek, és akkor voltam az Árkádok nevű zenekarba is, amit a Szűcs testvérek csináltak,
És ott dobolt a Sóbri. A Sóbri akkor még nagyon fiatal volt, azt hiszem, ilyen 16 éves, vagy nem is tudom, tehát ilyen nagyon gyerek. És akkor az viszont nagyon tetszett, ahogy dobolt. És azért tartom én ezt az augusztus 24-ét, mert augusztus 24-én mondta a Sóbri, hogy igen, hogy akkor vállalja. És én ezt azért tartom, és akkor úgy volt, hogy Pávcsi, Gyuszika, Sóbri, meg én. És de akkor még mindig úgy volt, hogy Dallas néven játszunk, csak akkor aztán még kimentem az öcsémékhez külföldre, nem tudom, hogy ott volt és akkor tényleg így megálmodtam az Akela pólóba, hogy jövök le a Petőfi csarnok színpadjáról, és akkor... Akkor maga az Akela azt tudja, mint név is, meg mint igen, maga az is. Biztos. És akkor egy álomból jön ezek szerint? Igen, azt így előzetesen megálmodtam, és akkor hazajöttem. Wow. Tehát ugye akkor még nem volt internet, tehát a hosszas kérdezgetőzés, meg mit tudom, hogy mi is az az Akela, mi is volt az az Akela. És akkor ugye kiderült, hogy a Dzsungel könyvében van. És akkor nagyon gyorsan zajlottak az események egyébként, mert ugye augusztus 24-én alakultunk, és azt hiszem szeptember 6-án volt az első buli. A Moby Dick előtt mutatkozhattunk be Pécsen. Meg előtt, nem tudom, pár nappal, azért, hogy akkor a Gőből hívott minket, és akkor, hogy mi legyen a zenekar neve, és akkor még úgy volt, hogy a Dallas meg a izé, és akkor ott veszekedtünk a Pávcsékkal, hogy főnök nehogy már, mert persze a izé is bemondta, a Pávcsi vette fel a telefont a Gőbölnek, hogy akkor mi a zenekar neve, és akkor Akela. És akkor a Gőből meg visszakérdezett, hogy micsoda, és akkor a Pávcsi mondta, főnök ne. Szerintem ez nagyon jó választás volt, mert szerintem jobb, mint a Dallas, már elnézést. Büszke vagyok. Igen, már hozzáteszem, akkor még nem volt a Dallas című film, tehát utájára rá fél évre hozták be Magyarországon. Jó, tehát nem a sorozatból jön? Nem. Ez egy nem is lehetett volna, mert az ugye erősen rendszerváltás utáni hangulat, tehát nem is lehetett volna 90-ben. A sorozat az korábbi, de nagyon neccesen lehetett volna. Nem, rá fél évre jött be a Dallas, igen. Tehát... meg is buktunk volna szerintem azzal a névvel. Jockey meg hasonló zenek, vagy ez album címek. Egyébként, hogyha már így szóba került a Sóbri, hát ahogy én jól olvasgattam az interjúkat, itt számolgattam, de valami ötször lépett ki a zenekarból. Hát igen, azt én is úgy megszámolhatatlan. Igen, és ezt egyébként így... akartam csinálni egy ilyen, ezért mondja, hogy minden profi zenekarnak van ez a... tudod, ilyen színskálán vannak, hogy ki mikor énekelt, és ki mikor, és a Sóbrinál egyszerűen megdől az egész izé, mert... mikor szereted az a répát, volt, hogy két hétre kilépett, meg nem jött el bulira, meg izé, de hát ő ilyen őrült volt, hogy teljesen tényleg ilyen. És egyébként ezt nem egyszer a Ratkai Miklós alias Retekkel is váltogatták egymást, hogy mi volt ennek a ringvispilnak az oka, hogy így, nem tudom, ilyen kibejárkálás volt dobos téren, tehát ez mi miatt volt? Hogy milyennek a története? Hát nem tudom, az elején tényleg a Sóbri az ilyen kezelhetetlen volt, tehát ő csinált olyanokat, hogy mit tudom, hétvégén lett volna koncert, és akkor szerdán találkoztunk reggel, ott a Délinél, és akkor kérdezem, hova mész? És akkor mondta, hogy hát megyek Moszkvába. Tehát neki ilyen dolgai voltak. De hát mondom, pénteken koncert. Arra visszaérek. Mondom, micsoda? Tudod, tehát ugye akkor még... ilyen legendák voltak, hogy hogy indulnak ott a gépek, hogy tudod, ilyen szavazás van, hogy akkor merre menjen, meg ilyenek. Hát persze nem is ért vissza, de lényeg az, hogy ilyen, tehát ilyen apróságok. Jó, azt miatt... is, hogy valamelyik rendőr is akart lenni, hogy volt valami ilyesmi, és hogy volt ilyen korszaka is? Nem, neki nagyon sok ilyen sztoria volt. Az Miskolcon történt egyszer, voltunk egy ilyen szálláson, tehát ő neki nem is a rockzene, meg a dobolás érdekelt, bár ugye nagyon tehetséges volt ezekbe, de ő volt az első ilyen kandi kamera, aki ilyen az emberek pukkasztásából élt, hogy hogy reagálnak az emberek. És ott Miskolcon laktunk egy szállásban, reggel megyek le a izére, és akkor ott láttam, hogy már ott ült ilyen 6 vagy 7 ember. A Sobrinak volt egy ilyen kis izé, ilyen gallérra rakasztható kis rendőr jelvénye, és tehát letartóztatta az emberek. Tehát kiment az utcára, és mondta, hogy Komlódi százados vagyok, kérem, jöjjön be. És egyébként az emberek így követték, meg mit tudom, hogy micsoda. És az egész úgy lett vége, hogy valami taxiba is be akart szállni valami csávó, és Komlódi százados ugye letartóztatta, bevitte, és a taxi szólt be a rendőrségbe, hogy te, elvitték az utasomat, valami Komlódi százados, hogy milyen ízés, bevitték a hotelba. És akkor kijöttek a rendőrök, hogy tehát mi ez? Tehát neki ilyen dolgai voltak.
Meg hát voltak ilyen őrültségi is, hogy, tehát azért mondom, hogy ő, én nagyon szerettem, meg nagyon imádtam meg. De volt olyan, amikor rájött egy ilyen roham, vagy nem tudom minek ezért, hogy megszállta az ördög, Zsigulival mentünk, ő ült hátul ott középen, előre mászott, mondta, hogy álljunk meg, mondom, mindjárt már ott vagyunk, az is Miskolcon történt. Kirúgta az első szélvédőajtót, és elszaladt úgy, hogy futás közben meztelenre levetkőzött. Tehát elrohant a nagy miskolci éjszakába. Csak azért mondom, hogy ezek érdekes dolgok, meg mit tudom én minden, ha tudod, hogy a zenekart kell üzemeltetned, akkor nem biztos, hogy tudsz egy ilyen emberre számítani. Értem, minden. És értem. Vele azért volt a csiki-csuki, hogy tudod, akkor mindig megígérte, hogy akkor jó lesz, meg eljön, meg mit tudom én mi, de aztán mégse jött el. Akkor ugye volt a ominózus paradicsomkarika, hogy kiettem a szelet paradicsomkarikát, kivettem az ételéből, és akkor ő mondta, hogy akkor ő nem lép fel. És akkor úgy is lett, jött a 9 óra, föl kellett volna mennünk a színpadra, és ő mondta, hogy nem jön fel. Csehszlovákiában lévő koncert, hogy mikor volt, igen. Ez külön pikantériája, hogyha külföldön lépsz fel, akkor így jól jön. Igen, ráadásul akkor még nagyon gyerekcipőben járt a zenekar, és tudom, hogy az ilyen, tehát 2000 ember volt kint, és nagyon jó időpontban, tehát ilyen pont a Hobó meg a Korál között, illetve hogy a Balázs Fecónak volt a koloni új zenekara, tehát ilyen nagyon jó időben léphettünk volna föl. És ott volt a Benkő Laci is, aki akkor már a Hungarotonnak volt a főnöke. Mindenféleképpen meg akartuk magunkat mutatni, hogy ne itt vagyunk, egy lemezkész zenekar. Ehhez képest ugye Sobri nem volt hajlandó följönni velünk. És mi lett? Hát akkor kicsit megvertük. És egyébként azért mégiscsak bevált, hogy a Benkőnek akartuk fölhívni a figyelmét, és egyébként a Benkő szedett le minket a Sobrinak, tehát én még itt az öltözőbe ütöttük a fogassal, meg rugdostuk össze-vissza, a Benkő jött, hogy lecsillapítson. Benkő Laci, ugye? Igen, igen. Az Omegában volt billentyűs, de akkor ő volt a Hungarotonban a főnök. És tehát lehet, hogy ugye utólag így visszaírt, hogy így jobban bennmaradtunk a Benkő fejében, mint hogyha csak tudod, és kimentünk volna, és nyomunk, hogy kemények vagyunk. De egyébként tényleg nagyon rendes volt, és ez egy ilyen jó barátság is szövődött, és ő is mondta, hogy hát egyébként az Omegában is volt ilyen, hogy általában ők is volt, hogy az Elefántot megverték annak idén. Tehát azért ez nem csak ilyen akelás dolog, de az lényeg, hogy tehát végül is jól sült el a dolog, ha így mondjam. De hát az biztos, hogy a Sobri nem lehetett. Például a Sobri, az akkor is kilépett, mert ugye volt a nagy ominózus cirkuszos dolog, ahol a fővárosi nagy cirkuszban játszottunk, és hát ugye a közönség kicsit lezúzta a helyet, leszakították a gitárhálót, tehát 1,5 millió forint kár keletkezett. Az egész zenekar egyébként nyomban kilépett. Pávcsinak volt az a nagy mondása, hogy nem az őr akartam a rockstar lenni, hogy ő rendőrök taszigáljanak az öltözőbe. Ha mindenki kilépett, akkor az a buli egyébként föl lett véve, összevágtam egy ilyen izét, egy veleget belőle, és akkor összehívtam a zenekart, és mutogattam, srácok, tudod. És meg volt ez a botrány, meg mit tudom én, de hát majd valahogy kifizetjük a kárt, de most jött el a siker, hogy folytassuk, hogy tudod, ennyien voltak ezeren, de a legközelebb még többen lesznek. És mindenkit meggyőztem, kivéve a Sobrit. A Sobri egyben mondta, mi zsuda? Még több bunkó rocker fogja húzogatni a hajamat? Én ezt nem csinálom. Tehát ő nem utálta a rockereket, utálta a dobolást, tehát ő egyszer megkérdeztem, hogy akkor minek vagy itt, és mondta, hogy hát a buli kedvéért, hogy itt nem tudod letökörködni. Ja, megéri. Megbeszéltük a Sobrit. Szóval akkor itt vagyunk a 90-es évek hajnalán, az Akela elkezdett működni, és az a kérdésem, hogy hogyan zajlott ezekben az időkben a dalszerzés. Ki volt a zeneszerző, dalszövegíró te voltál, nyilván ki volt a zeneszerző? Hát, akkoriban nagyon gyorsan, akkor van egy ilyen, tényleg arra az időre vonatkozik, hogy a legjobb múzsa a határidő. Az biztos? Hát most ugye, manapság már én nem tudom, mióta ígérgetjük a közönségnek, hogy a függőségi nyilatkozat megjelenik.
Tehát nincs semmi, ezért tudod. Akkor meg volt mindig egy kiadó, volt szerződés, meg volt beszélve, hogy tudod, ekkor megjelenik a lemez, visszaszámolás, izék, napra kitűzze, hogy hányadikán kell, mikor kell bemenni a stúdióba. És akkor be kellett menni a stúdióba, és föl kellett játszani a dalokat. És akkor még volt, hát ugye nem voltak kész a dalok. Tehát volt nagyon sok olyan dal, amit ott a stúdióban hallottam először, meg akkor írtam meg a szöveget rá. Tehát akkor ilyen nagyon... Kicsit ilyen Black Sabbath-os. Az valami kis dzsemmelgetés. Az első albumot, a Fenevadat 1992. júniusában, vagy valamikor nyáron vettétek fel, én június találtam, lehet, hogy nem így volt, mindegy, amelyet nem sokkal azután meg is jelentettetek kazettán, mert a későbbi albumok, ha jól tudom, már CD-n is megjelentek, de ez még kazettán, amelyen immáron a thrashhez jobban passzoló két gitáros is megszólalt a dalokban, ugyanis csatlakozott időközben ugye Györki István kökény. Milyen emlékeid vannak a felvételről, illetve az ezt követő időszakról, az album fogadtatásáról? Hát vegyes érzelmeim vannak, tehát én eleve, tehát magát a felvételeket azt úgy nem nagyon szerettem, mert mindig tehát mindig olyan emlékek kapcsolódnak hozzá, csak veszekedtünk. Tehát állandóan gyilkoltuk egymást a Gyuszikával, a Pávcsival, hogy tudod, nem úgy kéne, tehát persze mindenki erőltette a hülyeségét, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni. A másik mi is volt? Az volt, hogy... Hogy a fogadtatás. A fogadtatás, igen. A fogadtatás az nagyon jó volt, tehát az közönség részről is, meg szakmai részről is egyből topra emelt minket. Erre csak azt tudom elmondani, hogy ugye nem csak a Benkő Laci, hanem a Kóbor János is ott volt a Hungaroton vezérkarába. És az első lemezt, a Fenevadat, ami csak azért is jelent meg kazettán, mert egy ilyen kísérletizének szánták, hogy na jó van, gyertek ide, vegyétek föl a lemezt, és akkor megnézzük, hogy fogy. És semmilyen plusz extra pénzt nem kaptunk, sőt, még volt egy olyan kitétel, hogy valami, nem tudom, az első a borítón rajta van, de már nem emlékszem milyen a cég nevére, tehát nekem kellett a reklámkeretet biztosítani 500 000 forintot, 500 000 forintot, csak az, aki adta volna szponzorát, és feltüntettük ugye a borítón, az közben az a cég, az tönkre ment. Tudod, tehát kvázi még én tartoztam a Hungarotonnak, és akkor hát még ilyen régi telefonos vonalas izé volt, és akkor folyamatosan ilyen üzenetek voltak a üzenetrögzítőn, hogy a Reisz Ildikó a Hungaratonból, az ott a titkárnő az izét, hogy Laci, gyere be, hívjál föl, hova tűntél, mi van veled, aztán a Szarka Józsi, aztán a Benkő Laci, tehát mindenki ott hagyott üzenetet, de nem tudom, és egyszer volt egy ilyen, a Kóbor János hagyott egy üzenetet, hogy izét, Laci, gyere be, beszélnünk kell, nem a pénzt akarjuk. Na, ebből egyből értettem, hogy oké. Egyből elő is kerültem, és akkor mondta a Meki, hogy nagyon jól ment a kazetta, és hogy most már akkor rendes, tehát hogy mi is ilyen rendes, hogy akkor lesz CD, meg CD kazetta, meg royalty, meg mit tudom én, meg szóval klip kellett, a kazettán kellett az oda bizonyítás. Tehát igen. Tehát a fogadtatás az nagyon jó volt a Fenevadnak, mert nagyon sokat eladtak belőle, és mondták, hogy ez ilyen piacképes zenekar az Akela, mint a Hungaroton. Egyébként a thrash metal műfaj az honnan jött? Ez azt hiszem nincs ilyen kérdésünk, de én most ide beszúrom, hogy a thrash metal műfaj az honnan jött, az kihallgatott a zenekarból, illetve kihozta ezt az ötletet? Hát nem tudom, a Pávcsi meg a Gyuszika akart ilyen izéket, én nem... Igen, mert úgy tűnik azok alapján, amit mondasz, hogy inkább a klasszikusabb rock zene, esetleg heavy metal, de ez a thrashes, ez már talán nem a te profilod. Engem nem mondom őszintén, az eszen így sose érdekelt, meg úgy nem is nagyon tudtam így beleszólni. Egy-két dalt mondjuk magaménak tartok, de én szövegíró vagyok, tehát az én szövegeimben van a keménység, és azt szerintem egy szál gitárral is keményen szólnának. Szerintem is. De a thrash metal, az már szerintem ilyen külföldi izébe, így
ment, nem is tudom, hogy ki, mert én tényleg tájékozatlan vagyok ebben. Hát a 90-es években Magyarországon az elején az nagyon ment. Aztán a Gyuszika kitalálta, hogy izé legyen akkor a zenekarnak a stílus, hogy power metal. Azt tudom, hogy a Gyuszika elég szépen kitalált, és akkor egy darabig ment is. De aztán később meg én meg kitaláltam, hogy akkor legyünk izé agrometal zenekar, tehát a paraszt rock. Igen, erre is vannak referenciák az életében. Felépülőzében is nyomom, tehát betyárgatja. Ez már ennyire régóta van? Mm-hmm. Ez ennyire régóta van? Igen, ez a paraszt rock, ez a, még a 90-es évek végén. De a betyárnadrág az akkor még nem, az nem a forradalom óta? Akkor még nem volt betyárnadrág, de ez a stílus meghatározás, úgy mondjam, ezt már régóta erőltetem. De tök mindegy, mert egyébként ez se jön be, tehát az agrometálos dolog, ez se marad. Mindenki trashmetálozza a zenekart. Ami egyébként a trash azt hiszem azt jelenti, hogy szemét. Ebben, nem, bocsi, a trash azt jelenti, hogy szemét, de a helyesen, ha lehet itt mondani, ez úgy kell, hogy fresh, ami azt jelenti, hogy cséphadaró, vágó, hasító, na, hát daraboló. Na, csak agrometál. Igen, de cséplőmetál. Ugye van egy H-betű különbség van a kettő között, de igen, de van akire, mit tudom én, pejoratíve szokták mondani egyébként, hogy trash, tehát szemétmetál, azt is szokták mondani pejoratíve, ez nem egy túl szép dolog, de úgy ilyen műfaj hivatalosan nincs, ha lehet ilyet mondani, elnézést az okoskodásért. De azok faszok. Hát a 90-es évek elén két trash metal tartottak számon, azt hiszem, tehát a Moby Dicket, meg mindent itt, minket itt Magyarországon. Igen, igen. A Moby Dick, meg azé, hogy mi voltunk a trash-ség. De... Hát meg ti is éltétek túl, kb. Ezt nagyjából. Tehát ilyen Exit és hasonlók, azok már nem nagyon vannak. Meg az Atomic most szokott, az pont most lett volna Lowlanden is például, aztán még sem. Igen, az új lemez, azt hiszem. Na, Atomic meg van, lemez. Szoktak jönni a link. Igen, de azt hiszem az is ilyen újra alakult valami. Az Atomic az jó. Nem volt 20 évig, aztán most meg. Hát a izé volt, nem az a E-betű zenek. Exit. Nem ez az Exit, hanem a farkas testvérek, hol van? Ektomorf. De az már inkább groove. De igen, van benne trash határozott. De az már később ők fiatalabbak, mint ti, jóval, szerintem. Ja. De én őket is odasodoltam ebbe a trash izébe. No de, az album ugye több későbbi közönség kedvenc is helyet kapott, hát kivívta magának a közönség kedvenc címet, amire kíváncsi lennék, az igazából elsősorban a Megkísértelek dal. Ez nekem még igazából mindig egy kicsit elütött a direkt ilyen társadalomkritikus témáktól, mondjuk a Fenevad sem annyira olyan, de ez most mindegy is, bár a lelkiismeret furdalós téma az inkább ilyen okelásabb. Igazából az a kérdésem, hogy tudnál mesélni erről a dalról, hogyan keletkezett, honnan az ihlet a Megkísértelek dal? Hát ez szerintem csak ilyen közönség, illetve a trash vagy a metal megfeleli. Tehát a Fennavad albumon, gyorsan amiket megcsináltunk dalokat, akkor még így nem kristályosodott ki tisztán bennem ez a farkas vonulat, hogy úgy mondjam. Tehát akkor akartunk, tudod, tehát ez én és nem akarok izélni, hanem ilyen sablon, vagy közhely, vagy mit tudom én, hogy metál zenekarba, hát legyen valami temető feeling, keresztek, meg mit tudom én, és akkor minden jött a Megkísértelek. Hát ez be is jött. Hát egyébként igen. A Megkísértelek, azt szerintem az nagyon jól sikerült. Azt hiszem annak, mintha klipje is lett volna. Igen, igen, az volt az első klipünk. A Muhi csata emlékművére mentünk leforgatni. Ezt akkor meg is kérdezem, hogy milyen emlékeid vannak a klipforgatásról? Hát a klipforgatás az ilyen mindig ilyen hosszú, tehát eleve már nem tudom, mert én annak idején ugye úgy kerültem be a szakmába, hogy én is szervezőként dolgoztam, tehát ugye mint említettem a Szekeres Tamásnak, meg a ének, aztán a Petőfi Csarnokban dolgoztam még a 90-es évek elején is, és nagyon sok zenekarnak szerveztem turnét, és nagyon sokkal utaztam is, tehát mire jött az Akela, én már bejártam az egész országot. És akkor ott láttam, Muhinál láttam ezt az emlékművet, és ott mindenféleképpen, most érted, Dunajváros, illetve pesti lakosú zenekart, hogy most gyertek, menjünk le Muhira, hogy ott vegyünk föl egy klippet, akkor operatőr, tudod, az pénz, idő, meg mit tudom én, micsoda. Ez csak ilyen munka volt, meg hajcsároskodás, tehát én nem nagyon élveztem azt a dolgot. Persze a végeredmény végül is nem lett rossz. És ha jól emlékszem, ránk sütétedett, és akkor már nem voltak olyan jók a látási viszonyok. Nem tudom én meg, hát ugye nem volt ilyen forgatókönyv, hanem csak... Ja, na, akkor menjünk be a Föld a Dombra, aztán headbangeljé ma. Mennyire adták ezeket a klippeket a
akkori tévécsatornákon? Akkoriban még adták. Akkoriban még adták. Volt ilyen Mahasz, mit tudom én, mi is volt a Mahasznak a Rokkalapács, azt hiszem, hogy az is ilyen Mahasz. Volt. Meg voltak ilyen, akkor még voltak ilyen könnyű zenei műsorok a tévében. Hát sőt, hozzáteszem, hogy akkor még volt eleve ez a 90-es évek elején még a Nagy Királyi TV megvolt, tehát ugye Magyar Egy beszélek, vagy M1, vagy illetve akkor még, tehát csak az egy. Mert az E plusz, meg ezek az úzdák, meg ezek azt hiszem az későbbiek, azok ilyen igen, azok később végiek, jöttek már a 90-es évek közepétől. Csak azért meg az elején... Meg az egész az... ilyen több éze, mert tudom én is, hogy bekapcsolod a tévét, most már van ilyen 100 csatorna. Ja. De akkoriban még csak egy volt, vagy max. 2. Sőt, talán még a Duna TV esetben. Az interjúidból az is kitűnik, hogy mindig igyekeztél valamilyen egyedi helyszínt és valami egyedi megoldást találni a koncertekhez. Ugye volt a Nagy Cirkuszban, Ügetőpályán, Vidámparkban különböző koncertek, vagy a Farkasok megjelenítése a beléptetőnél, igen, vannak történetek. Az a kérdés, hogy mennyire sikerült ezeket az innovatív ötleteket megvalósítani, és hogyha nem sikerült, akkor mi volt a nehézség ebben? Szervezés, logisztika, pénz, akármi? Nem, hát mindig ezért. Tehát ami a nagy álmom volt, az az állatkert, ugye? Az ilyen akár a koncertet, azt mindenféleképpen az állatkertbe szerettem volna, de az állatkertből mindig elhajtottak. 2-3 évente bejártam az állatkertbe, meg volt ilyen segnyalás is, hogy volt ilyen állat örökbefogadás, akkor örökbefogadtunk valami farkast, fizettük rá a izéket, pedig több jó helyszínt is, hogy kinéztem folyamatosan, mert hátul van egy ilyen Noé bárkája, ami még jobb lett volna. Hát mindig ugye az állatok nem bírják a hangot, holott egyébként meg szoktak lenni ott olyan koncertek, tehát legalábbis annak idején voltak. De mindig is akkor valamilyen búval baszottan jöttem ki az állatkertből, és akkor ott mellett a cirkusz. És akkor mondom, akkor benézek itt, és megláttam azt a porondot, nem mintha még nem láttam a cirkusz, de ugye. És nagyon el tudtam képzelni, hogy akkor itt a gitterháló. És akkor őket sikerült rábeszélni, hozzáteszem. Nekem kellett elvinni a balhét, de én tudom, hogy többször is szóvá tettük, mert ugye ez is aztán a dugába dőlt, vagy botrányba fulladt. Bocsinálok, hogy ez a 92-ben a háló, ez az, amikor beengedik a vadállatokat a porondra, és akkor egy rács védi meg a vadállatokat a közönségtől. És akkor ott én nem tudom hányszor megkérdeztem, hogy ez biztos, hogy ez tartani fog, meg... Tudom én mi, és akkor ők maguk mondták ott az igazgató, meg a műszaki vezető, hogy hát már jegesmedve támadást kibírt, meg oroszlánokat, meg mit tudom én miket. Csak a rockereket nem. Csak a rockereket nem. Mondjuk igen, mert a rockerek azok kőből, meg fémből vannak, ez ugye azért van. Nem, ez egy ilyen, hogy a színpad széle, ez a kör alakú, föl lehetett nyitni ilyen ládikákat, és abból egy ilyen hálót húztak ki, és fölhúzták a magasba a plafonra. Plafonig, igen, tetejéig. És azt ilyen drótkötelek tartották. Csak amikor lekapcsoltuk a izét, és ment az intro, akkor a rockerek fölmásztak erre a hálóra, és nem bírta el a súlyukat, és azért szakadt le ez az egész. Akkor kanyarodjunk is a következő albumra. Mint az albumról nekem a kedvenc idézetem, ez a felkészültem a halálra, az életre nem készített senki. Talán az egyik legpontosabb ilyen szentencia a magyar néplélekhez. Ez kb. Egyébként egy évre a Fenevad albumra rá készítettétek el, 93, ez is ilyen nyarán, júniusa körül vettétek fel. Egyébként, ha jól tudom, talán ez az egyik legnépszerűbb Akela album. Hogyan emlékszel vissza az album elkészítésére? Hát igen, az felvételre és vetekszik a Fekete Báránya. Jó, ha mennyivel nem mondtam volna, ez a Farkas Törvények album. Igen, hát a Farkas Törvényeknél már szövegileg elkezdtem kidolgozni ezt a koncepciót, hogy a Farkas Törvények, Farkas világ van, és ugye a 10 parancsolatból, meg a Dzsungel könyvéből, meg a Úttörők 10 pontjából, meg a Kisdobosok 6 pontjából összegyúrtam ezt a izét, és akkor minden paragrafushoz egy-egy dal tartozott. Hát így azóta úgymond vannak ilyen koncepciós lemezek, vagy azok a perek. De, konceptalbumok, de igen. De igen mit például igen, a farkas igen. Mesék. Tehát, hogy valami egy témához igen, van igen, kötve. Ez itt ugye a 13 törvény. De akkor nem kérdezem meg, hogy honnan a 13 törvény, most mondtad el. Igen, azt innen, onnan. Egyébként a 13 törvény mellett, ugye nem csak törvények jelentek ott meg a
bukletben, azt hiszem ott volt négy ilyen Aesopus féle mesővel, kicsit ilyen akelásítva, meg később igen, a igen. Metal Hammerbe is megjelent. Hát akkor még így rendesen foglalkoztam a dolgokkal, igen, és felvezetés. Az lenne a kérdésem, hogy te később egyébként írtál mesekönyvet is, a Balatoni Mesék címen, ha jól tudom, illetve a legutolsó album az a Farkas Mesék. Honnan a kötődés a mesékhez, vagy... Nem tudom, én szeretem ezeket a mesés dolgokat, és nekem mindig is úgy éreztem, hogy ezek a népmesék, meg a... Tehát én ilyen mese. Egyébként hozzáteszem, hogy a... Tehát ugye az első zenekar, akit én megszerettem, az pont tegnap beszéltük a Pókemberrel, hogy tehát nekem az AC/DC volt, a Bon Scott-os AC/DC volt a kedvencem, és egy kukkot nem tudtam akkor sem, meg hát most se angolul, illetve most már talán tudom, hogy yes, meg no, de akkor nem tudtam, de mégis a Bon Scott-nak olyan előadása volt, mint hogy elmesélt volna egy ilyen történetet. Tehát annyira ilyen jó volt ilyen hallgatni, mint hogyha tudod, ilyen, ezért, tehát ilyen mesélős dolog. És én egyébként én is az Akela dalokban, mert tehát én nem tartom magam például jó énekesnek, néha tudok súlykolni ilyen dolgokat, meg üvöltözni, de én is inkább egy ilyen mesélőnek tartom magam, hogy van valami sztori, és akkor azt így előadom. Na, a mesékben, tehát nekem a magyar népmesékben is például azt tetszik, hogy tehát sokkal nagyobb hitelt adok neki, mint mit tudom én, ilyen történelemkönyvnek. Tehát ugye a népnek a sztoria, tudod, tehát megmaradt, tehát mit tudom én, meg nagyon Mátyás királyról, amikor mondják, hogy milyen igazságos, meg milyen rendes, meg milyen fasz a gyerek volt, meg mit tudom én mi. Azért vannak ilyen népmesék, hogy tudod, bement egy faluba, és akkor ki volt írva, hogy minden szép, minden jó, na akkor bemegyek, meg fingatom ezeket. És akkor tudod, onnan van az a mese, hogy a csajnak föl kellett menni, hogy hoztam is ajándékot, meg nem is, meg mit tudom én mi. Tehát az mégse lehetett annyira fasz a csávó, hogy amikor a Kinizsipát elküldte a törökökhöz küldöttségbe, és akkor a Kinizsipának így megmaradt ézé, hogy de hát is akkor ott levágják a fejemet, és akkor mondta nekem Mátyás király, nem baj, majd cserébe 100 török fejet vágatok le. Ez és nagy akkor van a nagy mondás, hogy de hát akkor lehet, hogy Palkó nyakára egyik se illik úgy, mint az eredeti. Tehát egyébként a legjobb hadvezérét feláldozta volna, vagy mit tudom én. Tehát most csak azért mondom, hogy a népmesékben vannak ilyen dolgok. De elég mély bölcsességek vannak megfogalmazva. A balatoni meséket is, amikor így összegyűjtöttem, ott is egy csomó ilyen érdekesség van, hogy régen ilyen, tudod, az óriások jöttek, és valami aranyrögöt kitéptek, ott meg az egyik hegyről löpködtek izére, tehát egyébként sima ilyen harmadik típusú találkozások is vannak, hogy fölvette a szántóparaszt legényeket a kezébe, és akkor... Szóval én szeretem a meséket. Nem. És akkor kanyarodjunk is a harmadik albumra. Egyébként nekem az egyik kedvenc idézetem az albumról, ez a Jó lenne egy meleg otthon, de az itthon forró pokol, ami hát gyerekkoromban elég sokszor éreztem így, meg szerintem nem vagyunk ezzel egyedül. 94-ben rendeztétek meg ugye az első Farkas farsangot, ami azóta hagyományá vált. Erről egyébként készült is videófelvétel és live album is, viszont a következő album, ugye a Félelem születése is ekkor jelent meg, tehát 1994-ben. Ha jól tudom, az eredeti koncepció az lett volna, hogy 12 számos Fenevad után és a 13 számos Farkas törvények után lesz egy album, ami 14 számos lesz, ami egyébként a Fekete bárányokkal teljesült is. Viszont a következő albumban hát nem így lett, ugye itt, ha jól tudom, csak 9 dal volt rajta, és ezzel az egyik legrövidebb talán akar a album. Igazából azon a kérdésem, hogy végül miért lett ez csak 9 dalos ez az album? Hát az gőzöm sincs. Én nem emlékszem, hogy ez lett volna izé. Azt tudom, hogy egyébként az izénél derült ki, hogy ugye megélt a Fenevad, aztán a Farkas törvények, és utána a Farkas farsang, és csak az után lett eldöntve, hogy tudod, az első 3 lemezünk már F betűvel kezdődik, akkor ezt most már őrizzük meg ezt a jó szokást. Tehát én például erre... De ez akkor ilyen full véletlen volt az első? Igen, az első 3, tehát három. Ez így, tudod, a Fenevad, aztán a Farkas törvények, és utána megint egy farkasos, de mind a 3 nézi. Tehát az első 3 az véletlen volt, és utána lett koncepció, hogy akkor most már csak F betűvel tudunk beszélni. És az innentől kezdve így is van mind a mai napig. Igen, igen. Hál' Istennek, hogy igen. Sok mindent ki lehet fejezni F-fel. Igen. Vannak szép szavak. Például a farkas.
Milyen emlékeid vannak? Hogy a faszállítás. Köszönöm, hogy kimondtad. Egyszer majdnem volt egy olyan lemezünk, még a Kristófék, a Hartmann Kristóf, tehát a Metal Hammerben meg is beszéltük. Lehetett volna faszállítás lemez, csak aztán a Pávcsi megvétózta. Faszki van, főnök, hogy mindig olyan lemezt csinálunk, hogy nem tudom megmutatni a munkatársaimnak, meg a gyerekemnek. Farkas törvényekkel mi a baj? Ezt őt kéne megkérdezni, mert gondolom, hogy van benne vér. Milyen emlékeid vannak a Félelem születése lemezről? Mi a véleményed róla így ennyi időtávlatából? Hát, csodálkoztam rajta, mert egyébként nem az... Abból a lemezből ment el a legtöbb, de nem az a legsikeresebb lemez. Hozzáteszem az ilyen... Hát akkor még megtettem ezt, azt a zenekarért. Például? Például lefeküdtem a Mahasznak a titkárnőjével, hogy előbbre kerüljünk a top listán. De ez miért segít? Hát nem, egyébként segített, mert ő mondta, volt, hogy... Nem, ő mondta, hogy így osszuk el. Tehát, hogy a... Én mondtam, hogy voltak ilyen Mahasz műsorok. Mert a Mahasz titkárnőjét, vagy... hogy amikor megjelent egy lemez, és akkor tudod, nagyon sok elfogyott belőle, tehát ugye egyből följutottunk volna az első helyre. De az volt a, ennek a, most nem jut eszembe a neve, hogy mi volt a műsornak a címe, de lényeg az volt, hogy mindig azokat a klippeket játszották le, amik fölfele mentek. Tehát ugye egyből fölkerültünk az első héten az első helyezetre, és utána már csak csökkentünk volna. De a csaj tanácsolta azt, hogy tudod, most csak a 10. helyen legyünk, aztán jövő héten a 8., és így minden héten lejátszották a klip, mert mindig fölfele jutottunk. Tehát egyébként ez ilyen jó tanács volt, és akkor voltak ilyen izék. Ilyen. Értem. Ez kellemes, te hasznossal. Igen. Ugye 1295 a Fekete Bárány éve. Az album címadó dala a Fekete Bárány, amiből klip is készült, méghozzá animált, és ha jól tudom, az elkészítésében neked is volt szereped. Amennyiben így van, akkor egész pontosan mi? Tehát mi volt a szereped benne, és egyébként hogy jött ez, hogy animált klip legyen? Tehát ilyen meseszerű, vagy ilyen rajzfilmszerű, inkább így kérdezem. Úgy, hogy már említettük, hogy mennyire ugye szeretem a meséket, meg mit tudom én mi, és ilyen mesét igazán jó, csak ilyen rajzfilmileg lehet előadni, és akkor még azért kicsit lehetett tartózkodni a cenzúrától, meg mit tudom én mi, és olyan, csak olyan, tehát animációval gondoltuk megoldani, azt a forgatókönyvet, mert akkor már volt forgatókönyv, amit beadtam a izébe, hogy tudod, megy a piroska az erdőbe, és akkor jön a farkas, és megbassza! Tehát ez ilyen izébe, hogy el lehetett volna mismásolni. Hozzáteszem, hogy ugye ezt nem lehetett, tehát egyébként vannak ilyen, az első rajzfilm nekem még megvan, ahol egyébként nem, odáig már el se jutottunk, de hogy tudod, lerántják a piroskára a leplet, és akkor ott himbálóznak a mellei, tehát ilyen dolgokat ki lehetett izélni. Én annyit dolgoztam a klippen egyébként, hogy voltak ilyen úgymond fázis rajzok, vagy mit tudom én mit, tehát hogy egy másodperc alatt 24 képet látsz, és akkor ha minden másodikat én rajzoltam meg, tudod, akkor egy kicsit odébb, meg ilyenek, az nem látszott, tehát egy forog előtted a izé, akkor nem is látszik, hogy mekkora krikszkakszokat láttam. Én, nekem az is megvan, hogy ki van kockázva, hogy milyen ormótlan dolgokat rajzoltam. Fekete Báránynak az volt az érdekessége, hogy akkor kiadót váltottunk. Tehát 94-ben, annak ellenére, hogy én nagyon szerettem a Benkő Lacit, és nagyon tiszteltem meg, mit tudom én micsoda, de annyira leszartak minket, Benkő Laci akkor csinálta a szólólemezét, meg akkor volt egy ilyen Omega koncertizé is, de nagyon nem foglalkoztak velünk, holott azzal a lemezzel mi voltunk akkor a Hungarotomban az év legjobb zenekara. Tehát a Hungarotomban mi adtuk el a legtöbb lemezt, megelőzve az Óment, az Ossziánt, a Pokolgépet, tehát mindenkit, és úgy éreztem, hogy nem foglalkoznak velünk eléggé. Ez történt 94-ben, és akkor lett volna még egy évünk, de akkor már ment a Warner Magneton, és az eleve ilyen nagy dilemma volt, hogy ugye a Hungarotonban, ahol első helyen állunk, átmegyünk-e a Warner Magneotonba, ahol azt hiszem a 78. helyen álltunk volna ilyen eladásilag, mert ott egyébként akkor már volt ilyen Zámbó Jimmy, meg Tankcsapda, meg
álmokfutók, meg mit tudom én micsoda, tehát az ilyen nagyon nehéz döntés volt, hogy átmenjünk-e oda, de lényeg az, hogy átmentünk, nagy szeretettel fogadtak minket, meg ott tényleg kaptunk ilyen izét, tehát például ez a rajzfilm klip is, tudod, ők mondták, hogy akkor oké, milyen jó ötlet, tudod, kifizetjük, menjen. Ezt a Hungarotonban ezt például nem sikerült volna elintézni. Igaz, hogy itt is rendesen megcenzúrázták, vagy mit tudom én mi. És akkor, ja, tényleg akkor jött vissza a Showbri megint, akkor is visszajött egy kicsit. Na, a Showbriról, hogy még egy ilyen történetet elmeséljek, tehát a nagy TomTom stúdióba, ugye, átkerültünk a Warnerhez, és egyszerűen 3500 forint volt per óra izé, és akkor tudod, az első felvétel a dobbal kezdődik. Tehát a Gyuszika följátszott a Showbrinak valami mankót, és akkor a Showbrinak dobolni kell. És akkor Gyuszika följátszotta a mankót, és akkor mondta a Showbri, hogy izé, Gyuszika, hozzá már nekem létszős egy üveg kólát. És akkor mondta Gyuszika, hogy jó. Erre lement, az a Csillaghegyen van, tehát lement a Gyuszika, mit tudom mi, hogy elragadt valami kocsmába. És a Showbri 8 órán keresztül így ült a dob előtt, a hangmérnök a haját tépte, hogy csináljál valamit. Még nem jött meg a kólám. Tudod, 3500 forint. Csak azért mondom, hogy a Showbrival milyen nehéz volt úgymond dolgozni. Tehát egész nap nem történt semmi, öcsi. Mert nem kapta meg a kóláját. Pedig a Gyuszika megígérte neki. Azért ez elég durva, hogy milyen szeszélyes ember volt, mert hogy néha nem lehet bírni vele, nagyon türelmetlennek tűnik, amúgy meg 8 órát kivár dacból, igen, azért, igen. Mert hogy neki nincs meg a kólája. Elképesztő, igen, elképesztő. Hát az elvek. Az elvek, igen. Na minden esetre. Na igen, és akkor így kezdődött a munka, és akkor hozzáteszem, hogy fölvettük az egész lemezt, ráadásul még ilyen izé is volt, hogy ugye a végén, amikor kész a lemez, akkor ugye kijön, hogy na, mennyi is lett a lemez, 43 perc, 40 másodperc. És akkor valami így nézét, akkor ott volt szerződés, meg ilyenek, és nézem a szerződés, hú, 45 perc. Minimum 45 perc azon aláig. Akkor fívtam a pásztort, hogy Lacikám, ne haragudj, de csak izé 43-40 lett a lemez, hogy, és a szerződésben az, hogy 45 percet kell teljesíteni, hogy akkor ugye ez nem gond. De hogy is nem, vegyetek fel még egy dalt. És akkor tudod, ez már a végén van, amikor már össze van keverve az anyag, tehát ezzel tudni kell, hogy már szét van szedve a dobszerelés, a gitárládák, minden lószar. Kezdeni kéne az egészet elé, és akkor jött ez a izé, hogy valamelyik dal elé tud, ilyen verseket kezdtem már mondani, meg ez mindenféle ilyen dolgok. És akkor ez meglett az a rohadt lemez végre, kész lett a mesterszalag, 45 perc, 30. Boldogan bevittem a Warnerbe, meghallgatták, akkor mentem be, hát nagyon jól lett a lemez, kifizetjük a royaltitokat, vagy mindent, de sajnos ezt a lemezt nem adhatjuk ki. Miért? Azt mondta konkrétan a pásztor, hogy miért kell egy 2000 éves intézménynek neki menni, ez a kereszténységre gondolt. Én nem éreztem úgy, hogy neki mentünk volna. A magyar, tehát a black metal zenekarok, a durván sátánista zenekarok az ilyenkor integetnek szerintem, vagy és akkor mi mit csinálunk, tudod? És akkor még minden nótán még egyszer egyébként, mint hogyha visszacsöppentünk volna a szocializmusba, tehát hogyha lehet volna egy ilyen cenzori hivatal, csak ők viszont legizéhet. De én nem azt énekelem, meg nem úgy értettem, tehát így soronként végigmentünk a dalon. És aztán az volt a izé, a kompromisszum, hogy egyébként mi voltunk, ezzel is tudom az Akela azért büszkélkedni, hogy mi voltunk az első olyan zenekar, akinek a lemezére rákerült, a mi lemezünkre az került rá, hogy vigyázat, az erkölcsi fejlődésre káros lehet című embléma, ami utána pár évvel később ilyen standard izé lett, a Szókimondó Szövegek című izé, bélyegzővel, de... Szóval ti vagytok a pionírjai ennek az igen, országban. Igen. Szerintem igen. Wow. És ha még a fekete bárányról beszélgettünk, az albumon található, hát Fejes és én szerintem a legjobb valaha elkészült Akela dal. Egyébként ezt Fejes mutatta nekem. Esetleg kitalálod-e, hogy melyikre gondolunk? Ez egy kicsit, tudom, ez egy nehéz kérdés. A Fekete Bárány című lemezen? Melyik a legjobb dal? Szerintünk. Hát maga a címadó dal, az szerintem nagyon jól sikerült.
de akkor ezek szerint nem az. Ez egy próbálom kilesni az arcokat. Ez egy komoly sztorit feldolgozó dal. Most se tudom, milyen dalok vannak. Akkor elárulom. Menekülés. A menekülés, igen. Nagyon, nagyon megfogott engem, bár én az újra vett verziót hallottam először, de talán nem ez a lényeg itt. Engem nagyon, nagyon letaglózott, amikor először hallottam, mert nagyon mély és drámai. És az a kérdésem, hogy ez egy valós történet egyébként? Vagy ez egy fikció? Hát, igen, egyébként valós történet. Tehát valóban megtörtént valakivel ez, ismertétek ti? Én ismertem. Mondjuk hozzáteszem, nem is egy csajt. Tehát konkrétan én is elvált szülők gyereke vagyok. Az én is ráadásul az édesanyám, ő a Törökpár utcába dolgozott a képző művészeti szakközépiskolába. És ott egyébként ott rendszeresen jártak ki a gyerekek a Szabadsághídra leugrani. Tehát abban az időben a Szabadsághíd volt egy ilyen nagyon jó öngyilkos dolog, mert egyébként tök föl lehet menni rá. Tehát nem tudom, hogy mennyire emlékeztek a Szabadsághídra. Tehát van egy ilyen széles, zöld perem, tehát olyan nagy szegekkel ki van, de tök jó föl lehet menni, kurva magasra. Majdnem ugye a túl madárig. És hát eleve ugye ez a Szabadsághíd, és ugye, hogy így sikerült így a szabadság gondolatát is belevinni, igen. Örök szabadságot így belekeverni, meg mit tudom én mi, meg tényleg. Igen, volt olyan lány, akit ismertem, és az is fölment, és neki sikerült is. És nagyon kedveltem azt a csajt, és tök jó kis csaj volt, és nem értettem, hogy izé. Emberi sorsok. Farkasok dala, hogy jött a Petőfi vers? Kényszer állapot volt, tehát ugye, mint említettem, a legjobb határidő a múzsa volt, de volt, hogy a határidő se csókolt homlokon, és konkrétan mennem kellett a stúdióba, és akkor ott hallgattam a dalt, és akkor eszembe jutott egy ilyen, az a farkasos Petőfi-es, és akkor gyorsan elővettem a könyvespolcról, sőt, nekem meg se volt, bár másodikba nyertem egy szavaló versenyt, és akkor kaptam egy Petőfi összes kötetet, de az nem volt meg, átmentem a szomszédba, és ott néztem meg azért, és akkor hallgattam a dalra, meg mondtam a szöveget, és mondom, ez passzol. Tehát az ilyen kényszer dolog volt, mert arra a dalra még nem írtam szöveget. De ez a farkasos dolog ráment. Kicsit erőltetett, de... De ennek én nagyon szeretem Petőfit, tehát az igazi dzsungusz-mungusz, meg ilyen rocker volt egyébként. Mielőtt rákenyerednánk az 1996-os évre, készült egy több mint 2 órás dokumentumfilm is, Farkaskaland címmel, amit a stáblista szerint te rendeztél. Hogy jött ez a dokumentumfilmes ötlet? Vagy, és hogy te rendezted egyébként? Hát és csak annyi volt, hogy az én ötletem volt, aztán én ültem a vágószobába, hogy miket vágjanak össze. Akkoriban egyébként nagyon népszerű volt a zenekar, és ilyen minden szart el tudtunk adni. És akkor gondoltam, hogy csinálhatnánk egy ilyen filmet, ahol egyébként ilyen sztoris, elmesélgetős dolog. Tehát kvázi majdnem ugyanígy, mint ahogy most végigmentünk a dalokon, meg az évszámokon. Tehát hogy volt egy ilyen, úgymond forgatókönyv, hogy akkor mindenki meséljen el, vagy adjon hozzá valami történetet. És akkor abban a kocsmában, ahol forgattuk, most ez szörnyű, de az melyik is... kocsma egyébként? Hát ez egy örökbecsű kérdés. Nem jut eszembe, de ott volt az Üllői úton valahol, tehát ők voltak olyan jótékony szponzorok, hogy tudod, tehát felajánlották, hogy oké, rajta lesz a klippen a nevük, és akkor annyit ihatunk, amennyit akarunk. Tehát ez... Persze, hogy leforgatjuk. Jó biznisz, meg kell hagyni. De már nincs meg az a kocsma, szegényként. Kéne még egy farkaskand, és újraélethetne. Hát egyébként akartam miből? Folytatást csinálni neki, csak ugye az most már nem úgy van meg. Most már nagyon sok tagok voltak, most mindegyikről valami riportot csinálni, meg tudom én összeterelni őket egy asztalra. Hát igen, az borzasztó nagy munka lenne, igen. Akkor áttérünk a következő albumra, vagy EP-re. Meg most már senkit nem érdekel, most már nem lehet eladni, tehát most már nem fogják megvenni VHS-en, mit tudom én. Láttam Vaterán egyébként, hogy elég szép, ilyen licit ment rá. Mennyi ugyan? Pár éve.
azt azért nem jegyeztem meg, de azt néztem, hogy ez licitálgatnak rá. Na szóval akkor van rá, igen, nézd. De digitális formátumok egyébként lennének. De az, hogy ilyen 10-15 ezer vagy valami ilyesmi volt. Aztán. Nem rossz. Na szóval, akkor áttérünk a 96-os évre, de még előtte jön egy idézet. Egyenlőség, testvériség, kurva szép és nagy szavak, az USA-ban majd, ha nigger lesz az elnök, Judeában meg arab. Ez azért a YouTube-tól félek a cenzúrától, de minden esetre, akárhogy is ez már félig azért teljesült. Van remény az emberiség számára ezek szerint? Nem mondanám, hogy nincs, de egyébként pont, hogy van. Tehát pont ezek a vallási dolgok. A remény, hát az hal meg utoljára, meg mit tudom én. Tehát az emberekben pont azért szenvedtetik végig az egész életet, mert hogy tudod, mindig reménykedik mindenki, hogy egyszer csak jobbra fordul a sora. De most nem is tudom, hogy ez melyik dalban is van. Ez a van egy tippet, de van az, hiszem. Van egy tippem. Igen, a pénzt akarsz. A pénzt akarsz kapon is. Meg egyedül egy gazdag öreg asszony valagán keresztül. Igen, de ez egyébként a Fővárosi Emberkelt albumról származik az idézet, de amit kérdezni akarok, az nem feltétlenül ezzel kapcsolatos. Ugye a 96-os év februárjában jelent meg a Földi Örömök EP, októberben pedig a Fővárosi Emberkert. Habár ez utóbbit szántátok a következő nagy albumnak, a Földi Örömöket pedig egy ilyen kis pánkos marhulásnak, legalábbis az interjúból ez jött le. A közönség mégsem így fogadta, és igazából a köztudatban sokan ma is a Földi Örömök szellemiségével azonosítják a zenekart, ami szerintem egyébként kurvára nem igaz, mert az akár lenne jóval több, de mégis valahogy ez terjedt el. Egyébként gimiskoromban ettől függetlenül szarra hallgattam a Földi Örömöket. Viszont a zenekar imidzsének, amennyire én olvasgattam, hát finoman szóval nem tett jót. Igen, nagyon rosszat tett. Mik az emlékeid erről az EP-ről, és hogyan viszonyulsz hozzá? Hát ugye a addigi lemezeken ugye volt a Kiad nekem pénzt, ami kurva nagy sláger volt, meg volt egy másik, a Nem csattognak, ami szintén nagyon nagy sláger volt, tehát ugye a sok zúzós trash metal mellett volt egy-egy ilyen punk szám is, és mindegyik nagyon nagy sikerrel kecsegtetett, és folyamatosan kéregették a bulin, meg mit tudom én mi, és erre a Pávcsinak volt ez az ötlete, hogy főnök, akkor csináljunk egy ilyen mini punk lemez, hogy csak ilyen punk dalok vannak. És én boldogan belementem, mert én is inkább ilyen cinikus humorral rendelkezem, vagy ezért, tehát én jobban szeretek ilyen cinizálódni, mint vicsorogni, hogy csináljuk meg. Na a lényeg az, hogy ugye meg is csináltuk, ezt meg is jelent a lemez, meg mit tudom én mi, és most már való igaz, hogy elfogadja a közönség, meg mit tudom én, de akkor 1996-ban még ugye nem volt internet, meg mit tudom én, hanem postafiók volt, a Bazilika mellett volt egy postafiókunk, 1374 Budapest postafiók, 513. Stílusos így a Bazilika mellett. Kilószám kaptuk a leveleket, meg mit tudom én mi, és tehát ezekre válaszoltatok egyébként? Persze, heti 500 levélre, biztos válaszolunk. Hát, bocsánat. Hát egy darabig, igen, próbáltunk ilyen munkálatokat végezni vele. Elárultátok a heavy metalt, elégettem az összes Akella levezemet. Hát ilyeneket kaptunk, de nem egyet, hanem kurva sokat. És a közönség izén is megnyilatkozott. Tehát ugye volt ez ott is volt ez az animációs, meg az ősemberes klip. Ja, Petőfi csarnokban, mit tudom én, voltak ilyen 2000 emberek. Akkor ennek a lemeznek a bemutatóján, amit ráadásul sikerült elintéznem, hogy május 1-én legyen, tudod, a munka ünnepén, mert ugye benne van, hogy a munka... Mert ki az árdosorból, igen. Ott május 1-ére sikerült a lemez bemutatót elintézni, Petőfi csarnok szabadtéri színpadon, és tudod, ott volt 1000 ember, tehát fele annyi, mint szokott. Tehát akkor nagyon megbuktunk, tehát az nagyon megbukott az a lemez. Az nagyon nem sikerült akkor. Mármint a közönség előtt. Szakmailag egyébként ezzel a izével, tehát akkor kezdtek el elismerni, meg izérni, hogy tudod, úgymond a szakma, tehát azt a, hát ez mégiscsak ilyen vicces, meg jó, meg mit tudom én, micsoda, tehát szakmailag pozitív kritikát kaptunk, de a törzs, akel a közönség, az meg az megátkozott minket. Ez elhagyott. Ez érdekes, pedig pont, nem tudom, pont fordítva gondolná az ember, de ez az ellenpélda akkor ezek szerint. És akkor a Fővárosi Emberkert, ennek mi a története? Ja, az volt az évben kijött az EP, meg kijött a lemez. Igen, a Fővárosi Emberkertnél gyorsan vissza akartuk állítani a renoménkat, hogy akkor megmutassuk, hogy jó van, akkor tessék itt egy kis vicsorgás. Csak közben akkor a zenekarban is történtek ilyen
változások, tehát én egyébként akkor mondtam le, mert eddig nagyon durva diktatúra volt a zenekarban, de utána én lemondtam, és a Pávcsi lett a zenekarvezető az elején, aztán azt hiszem a Duszika, aztán meg a Kökény. Én mondtam, már beleszartam az egészbe. Tehát akkor engem nagyon megbántott a zenekar, lefikázták a munkámat, és mondtam, jó van, akkor csináljátok ti. És akkor onnan jött végül is az eszkedés. Tehát nekem ez az emberi, az emberkert, meg a fájdalomcsillapító, az már... De akkor ezekben semmi beleszólásod nem volt, csak szöveget írtál? Megírtam a szöveget, azt kész. Azért mentem, fölénekeltem. Ez egyébként, hogyha már így szóba került... Voltak ilyen összeveszések, ott is alig találkoztunk, vagy nem is, tehát akkor már nem is voltak ilyen próbák, hogy tud előtt összenézzük a dalokat, meg mit tudom. Bementem a stúdióba, megírtam a szöveget, szól a fülesbe, elkezdek énekelni. Pávcsi adonázik, hogy főnök, itt még nem kell énekelni. Hát mondom, én ideírtam a szöveget. De erre a részre. Nem, hát ez még csak a bevezető. Hát kb. Ilyen szinten kézültek a dalok. Ez sikert. De azért van egy-kettő, ami jó sikerült. Igen, megmarad az utókor számára, mint információ. De akkor így kanyarodjunk is el a fájdalomcsillapító albumra. Hát akkor így zeneileg egyébként az egyik leginkább elütő Akela album. Hát akkor lehet, hogy nem a legjobb embert kérdezem, hogy miért mentetek el ebbe a numetálos, ilyen industriális irányba. Nem tudom, hogy erre. Igen, nem csak a köztem és a zenekar között szakadt meg a kapcsolat, hanem a Gyuszika meg a Pávcsi között is nagyon megbillent a méreg. Tehát ugye a Gyuszika azt szerette volna, hogy vigyük tovább ezt az akelás dolgot. Egyébként hozzáteszem, neki kellett volna igazat adni, csak szerintem is egyébként... én akkor a Pávcsit jobban szerettem. Tehát mi a Pávcsival barátok voltunk akkoriban, és sokkal jobban tudott rám hatni, és mellé álltam a izé. És a Pávcsi akkor már rajta volt ezen a Korn, tudod, ez a depressziós, metálos dolgokon, hogy kemény legyen, és hangoljuk le, és izébe szóljon, meg mit tudom én, ez aztán látszik is az öltözködésén, és hogy tudod, elkezdett ilyen suhogó nadrágokba járni, meg rózsaszín. A numetálos tornacipő esete az egy metál mesék epizód a Zsoltitól, a Szijjártó Zsoltitól, és ez van, hogy elhagyja az egyik cipőt, az egy nagyon mókás sztori. Ez később. Akkor már elment ebbe a kornos világba. És akkor 98-ra rákanyarodunk, ugye ez a Fű alatt album. Az egyik első metálos élményem egyébként nekem ez volt, így 99-ben így általános, 4.-5-ben ezt hallgattuk. Mi máson, mintha nem ezen nőne fel az ifjú generáció. Tehát én ezt rojtosra hallgattam annó. Ugye ez egy búcsú albumnak lett számva. Igen. És azon egyébként van 6 új dal is, és a B oldalán pedig egy ilyen... Na igen, ez is egyébként érdekes, hogy tehát azért van rajta az a 6 dal, mert akkor már nem tudtunk, tehát annyira rosszba voltunk, hogy már nem tudtunk összehozni egy egész albumra valót. És a 6 dal is azért oszlik meg így, mert abból 3 dal a Pávcsi, 3 dal a Gyuszikái. Tehát csak így lehetett kiegyezni. És azért van egyébként mellé csatolva, azt hiszem valami koncertlemez, vagy a faszom tudja micsoda, mert hogy tudod, hogy mégis valami... mit adjunk, mert akkor még egy ilyen 6 dalos CD az ilyen izének számított, tehát akkor az még semmi nem volt. És akkor egyébként, hogy megkérdezem, amiről már korábban szólt, hogy mi volt akkor a feloszlások, hogy ennyire nem jöttetek már ki egymásra, vagy mi volt így konkrétan a feloszlások, hogy meg kifáradt az zenekar? Hát én 96-ban nagyon meglettem sértve, és akkor befejeztem, hogy akkor nem foglalkozom a szervezéssel, és akkor egyébként így kezdett lemenni a zenekarnak. Tehát voltak ilyen kis izék, most nem tudom, hogy ez mennyire érdekes, hogy mennyire izé. Én azért szerettem volna, hogy voltak színes plakát, mondta a Pávcsi, hogy nem kell színes plakát, minek a színes plakát, elég izé, 2 szín plakát. Akkor még volt plakátozás egyébként. Tehát a zenekar költségéből nem tudom hány ezer forintot költöttünk plakátozásra, országos plakátozásra, mert ugye akkor még voltak ilyen országos turnék, hogy fölültad azt az 50 előadást, azt ki kellett teríteni, Nyugat-Magyarországon. És akkor ugye vagy a lemezborító, vagy a izé, mindegy. Nem volt, akkor volt egy előzenekarunk, a Dinaszti Együttes, akit egyébként azért vittünk magunkával, mert a gyerekek apukája kurva sok pénzt rakott a zenekarba. Tehát valami havi 128 ezer forintot kaptunk, meg mit tudom én mit csinálni. És Pávcsi átvette a szervezést, akkor volt az, amikor összeverekedtünk a CD-boltban, valami dedikáláson. Én akkor szembesültem azzal, hogy tudod, jöttek dedikálni a új plakátot a
rockerek, és mondom, hol a dinaszti, tudod? Akkor mondja a Pávcsi, hogy a faszom ki van főleg, már untuk, kirúgtam a picsába őket, tudod? Ne kirúgják. Na most azért mondom, hogy persze egy pénz, meg mit tudom én, micsoda, de tudod, ez kellett, hogy a zenekar egy életben maradjon, meg hogy úgymond addig így föl lett építve valami dolog. Uh-huh. Őket meg nem érdekelt, és elég hamar így le is nullázottunk. És aztán még volt az a része, amikor kimentünk Spanyolországba azt a klipet forgatni, a félutont. Az ilyen sivatagos környezet, ugye? Ah, igen. Nem, ugye, ilyen, igen, igen, de ilyen nagyon forró környezet, igen. Na mindegy, oda még sikerült ilyen szponzort szerezni, hogy kimentünk forgatni ezt a Bika viadalos klippet. Hogy csinálják a spanyol sziget, valami ember. Mallorca, igen. És ott a kökénnyel már beszélgettünk, mert a kökény egyébként ilyen kis izé volt, tehát én nagyon szerettem a kökényt. Ő volt a kedvencem egyébként a zenekarba. Csak tudod, ő nem kapott sose lehetőséget, hogy tudod, a Pávcsi meg a Gyuszika, azok mindig izétek, hogy tudod, kinek a dala legyen a lemezen, és akkor kényt azt teljesen izé meg se hallgatták. Tehát akármit mutatott, mondták, hogy öltöztorban. És akkor kényt mondta, hogy ezt nem bírja tovább ezt a sok izét, és hogy akkor ő inkább kilép. És ugye ez volt 97-ben, azt hiszem, 97-ben, igen. És akkor mondtam a kökénynek, hogy tudod, és ha 7 éves a zenekar, még 3 évet bírjunk ki, mert nekem is már tele van a faszom, de még 3 évet bírjunk ki, és akkor tudod, megcsináljuk a nagy, oké, a 10 éves jubileumi koncertet, aztán kész. Akkor mindenki mehet a picsába, hogy még szedjük ki, az még húzzuk le azt a pár farkasbőrt, ami még ezen rajta van. És akkor oké, ebben meg is egyeztünk. Most ehhez képest hazarepültünk Majorkáról, akkor még volt egy ilyen zenekari busz, aki kijött értem a izére, mert akkor én még Pesten laktam, és ülök benne a zenekari buszba, és hátrafordulok, és ott ül a kökény. És mondom, hát te mi a fasz keresel itt? Tehát akkor a Ferihegyre, mert ő is dunajvárosi volt, mint a Stirlitz, mint a Gyuszika, mint a Pávcsi, tehát valami 3 kocsi érkezett Dunajvárosról a Ferihegyre, és aztán mentek Dunajvárosba vissza, és az meg a kökényt nem lették föl, tehát ott hagyták. És ezért lépett ki a kökény. Tehát mondta, hogy tudod, hiába beszéltük meg 2 napja, hogy kibírjuk 10 évig, tehát ő befejezte. És egyébként ezzel, hogy a kökény kilépett, akkor persze jött be a Gáborka, meg mit tudom, tehát az utolsó lemez már eleve ilyen izé volt, Gáborka újta, persze jó arc volt ő is, meg mit tudom én micsoda, csak akkor már megindult egy ilyen, tehát hogyha már egyszer így, elkezdett rohadni a gyümölcs, kész, hamar is vége lett. Azt beszéltük meg, hogy akkor a 98-as fű alatt album, az Akerának az első iráig veszük ezt most fel, és hogyha legközelebb jöttök majd Szegedre, akkor esetleg lesz majd ennek folytatása. Tekintve, hogy hát ebbe a körülbelül 1-1.5 órás anyagba. Forradalomtól. Így van. Ennyi fért bele, és akkor majd folytatjuk. Hát neked, főnök, nagyon szépen köszönjük a hosszú és kimérítő interjút, és hogy ennyi ideig a rendelkezésünkre álltál, így koncert előtt is, ugyanis pár óra múlva lesz Akela koncert a Szegedi Rock Clubban. Ha valaki ezt hallja, ezt az adást, az üljön be egy időgépbe és repülje vissza, és akkor jöjjön Akelára jegyet venni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, hogyha tetszett nektek az adás, akkor iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok be a Facebook oldalunkat, illetve kommenteljetek az itt elhangzottakkal kapcsolatosan, hogyha van véleményetek az elhangzottakkal kapcsolatban, illetve lájkoljátok be az Akelának az oldalát, és gyertek kurva sok Akel a koncertre, és vegyetek mörcsöt, mert az fasza. És köszönjük szépen neked, főnök, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Metal Sziget! Itt fejes voltam a Metal Szigetől, és itt van már Kristóf. Sziasztok!